Figyeljetek rám, felnőttek, elmondom nektek, hogyan lett karácsonyfa egy kis fenyőből. Egyszer volt, hol nem volt, a nagy kerek erdőbe élt egy kis fenyőfa. Nem volt virága, se gyümölcse, ezért nagyon szomorú volt. Senki nem vesz észre, kem nincsen gyümölcsöm, amit meg lehet enni. Az én lombom alatt nem pihen senki, mert a leveleim szúrnak. Engem nem szeret senki, bár csak olyan szép lennék, mint álmomban volt. A nyár, elmúlt az ősz, elérkezett a tél. Hullott a hó, fehér takaróval borította be az erdőt és a kis fenyőfákat. Betemetett a nagy hó, erdőt, mezőt révett, mindent, mint a nagy a hó. Mint a nagy anyó, bajsz a hó fehér lett, csak a fekete rigó maradt feketének, maradt feketének. Álmodik a fenyőfácska, álmodik a fenyőfácska, odakinn az erdőn. Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban, dallal várják és örömmel, boldog otthonokban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költökörékbe szent karácsony ünnepén a béke. Egyszer emberek jöttek a havas erdőbe egy favágó kisfiaival és kislányaival. Hogy vagy vele? A teteje, ludmarásom ágai, szép ad a levele, vágjuk ki és vigyük haza, édesapám. Jó, haza visszük, de nem vágjuk ki, hanem kiássuk, otthon cserébe ültetjük, hogy karácsony után visszahassuk az erdőbe. Lesz a karácsony, esze fáj a feldíszítjük karácsony napjára. Karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a
karácsom, ha kisült már ide vélem, hogy egyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Így lett a fenyőből szép karácsonyfa. A kisfa nagyon boldog volt, hogy a gyerekeknek örömet szerezhetett. Adi Imre karácsonyfája. A karácsony akkor szép, ha fehér hóba lép, nem is sálba, latyagba, ropog a hó alatta. Hegyek hátán zöld fenyő, kis madárnak pihenő. Búcsúzik a madártól, őszikétől, elpártól. Ahány csengő csendüljön, ahány gyerek örüljön. Ahány gyertya mindig jön, karácsonyi szépségben. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Engedjék meg, hogy ahogy a templomban szoktam, tegeződve mondjam az előadásomat, mert 43 éve így szoktam meg. Az Istenegyi Szent László plébániáról jöttem, ahol a 20. éve végzem a lelkipásztori munkát. Különösen közel áll hozzám ez a téma, hisz Palocvidékről származom, Nógrádból, ahol az adventi népszokásoknak nagyon komoly hagyománya van. Természetesen, mint pap, föltétlen fogok szólni az advent teológiai jelentéséről is, hiszen Angelus Silesius mondta, hogy 100-szor megszülethetne az Úr Betlehemben, elvesznél, ha nem születne meg a te szívedben.
dráhangolózóként hoztam egy rövidke verset Nagy Gáspár pap költőtől, amit szeretnék nektek először felolvasni. Ez az egész mai együttlétünknek a célja az lenne, hogy eljussunk Betlehembe. Ez a tél még megváltatlan, nincs rá mentség, fehér paplan. Se hó, se hold nem világol, amíg fölragyog a jászol. Hordjuk szívünk szakadatlan, kormos arcot száz darabban, nincs ajándék semmi tömjén, rí boldizsár, menyhért meg én. Az indul el akaratlan, kinek angyala jelen van. Hótalan a hegyek inge, el kell jutnunk Betlehembe. Az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. Az Adventus Domini szóból származik az elnevezés, úrjövetet jelent. Valakinek az eljövetelét, az érkezését várjuk. Többségében háziasszonyok ülnek itt, nagyon jól tudják, mit jelent az, hogy egy ünnepre készülni. Amikor vendéget várunk, amikor találkozunk a családtagokkal, amikor együtt ünnepeljük a közénk születő urat. Hát ugye, főleg vidéken, ahol én felnőttem, még karácsonyra az ablakot is mindig megpucolták. Pedig az már nem volt kis teljesítmény, de ugye így van. Sőt, még mázas volt a konyhának, meg a nyári konyhának a padlója, és azt is kimázolták karácsonyra. Szóval megtiszteltük a vendéget. Egy inkább ma hozzánk közelebb álló példát, hasonlatot szeretnék hozni nektek. A régi idők adventjében, ugye a Krisztus előtti 2000 esztendőben az emberek várták a megváltó eljövetelét. Ugye a Roráte, meg az Ójöjj, üdvözítő, aki jár templomba, vagy régebben a vallással kapcsolata volt, vagy most is van, ismeri ezeket az énekeket, amelyek kifejezik a népek vágyakozását, sóvárgását az eljövendő megváltó iránt, amit ugye Isten Ádámnak és Évának megígért, hogy majd amikor elérkezik az idők teljessége, Isten elküldi fiát, aki asszonytól született. Egy rohanó világban élünk, ahol hát várakozni senki nem szeret.
A várakozástól türelmetlenek, idegesek vagyunk, ugye? Mindenkinek be van nagyon osztva az ideje, szeretne tovább menni, tovább haladni, tovább rohanni, és most akkor az általatok is jól ismert kis hercegből idéznék egy részt. Ha például mindig délután 4-kor érkezel, én már 3-kor elkezdek örülni. És az idő előre haladtával boldogságom egyre nő. 4-kor már nagyon izgatott és nyugtalan leszek. Megismerem a boldogság árát. Tudod, szükség van bizonyos rítusokra. Ez az, ami kiveszendőben van a mai rohanó világban, a mi életünkben. És az adventi idő nagyon alkalmas arra, hogy egy kicsit visszalopjunk valamit ezekből a régi rítusokból. Sokan azt hiszik, főleg a fiatalabbak, hogy ezek ócska, már semmire se érdemes dolgok, pedig úgy van, hogy tartsd meg a rendet, mondja a német közmondás, és a rend is megtart téged, hogyha a külsőségeinket elvetjük, akkor a lényeget is elvetjük magunktól. Az adventi idő a már, igen, és a még nem időszaka. Az első 2-3 hétben, 16-áig inkább emlékezünk a régmúlt időre, ahogy a népek várakoztak. Aztán 16-ától, 17-től, karácsonyig inkább már a betlehemi születésre koncentrál az egyház. De várakozásban telik el az idő. És a hívő ember ebben az adventi várakozásban nem csak a lakását teszi rendbe, hanem a lelkét is rendbe teszi. Az irgalmas Istentől bocsánatot kér, hogy megszülessen a szívében, a lelkében a megváltó. 4 eljövetele van az Úrnak. Egyrészt hát a népek várakozása 2000 éven át, az ő megszületése, aztán az ő eljövetele a mi életünkben, eljövetele a halálunk pillanatában, és majd amikor újra eljön ítélni élőket és holtakat. Az első már megtörtént, a negyedik nem tudjuk, mikor fog megtörténni, nem tudjuk sem a napot, sem az órát, de van 2 eljövetel az életünkben, ami a kezünkben van, és biztosan készülhetünk rá. A halálunk pillanatát ugyan nem tudjuk, de lehetőségünk van készen lenni erre az alkalomra. Az adventi időnek ez egy nagyon hangsúlyos tanítása. Tehát ahogy viselkedünk egymással szemben, ahogy türelmesek vagyunk, megbocsátók, segítőkészek, ahogy odafigyelünk egymásra, az mind-mind gyújtogatja szívünk, lelkünk kicsi kis mécsesét, amit ugye az adventi koszorú gyertyái jelképeznek, amelyek alkalmassá tesznek bennünket arra, hogy ugye a hajnali sötétségben pont az első roráti alkalmával volt egy kicsit a régi idő karácsonyát megtapasztalni lehetőségünk, hiszen legalábbis itt fenn a hegyen szakadt a hó, de azt hiszem máshol is, amikor bandukoltunk az első roráti szentmisére. Igen. A sötétség, a szívünkben gyulladó fény, a hónak a tisztasága, sok-sok jelkép, amiről szeretnék ma számotokra egy pár gondolatot elmondani. Nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a saját találkozásomat Jézus Krisztussal. Hogyan történik? A férjemben, a feleségemben, a gyerekemben, az unokámban, a barátomban, barátnőmben, a munkatársamban, mindazokban, akikkel ebben az adventi időben együtt vagyok és találkozni fogok. Mert a lényeg és a cél, hogy azt a derűt, mosolyt, azt a játékosságot, amit a gyerekek arcán láttunk, azt mi felnőttek is tudjuk a sajátunkénak, és tudjuk továbbadni egymásnak. Ez ennek az előkészületi
időnek a lényege. Elkezdjük akkor ezt a vetítést, és fogok gondolatokat hozzáfűzni ehhez. Ugye adventi gyertyagyújtás a hegyvidéken, a mi plébániánkat tiszteli meg az önkormányzat azzal, hogy advent első vasárnapján mi gyújtjuk meg az első gyertyát. Jó pár évvel ezelőtt készültek ezek a fotók itt a adventi vásárban, a színpadon, illetve az első gyertyagyújtásban. Amikor tizenvalahány évvel ezelőtt fölmerült annak az ötlete, hogy az önkormányzat előtt tartsunk adventi gyertyagyújtást, nagyon örültem neki, hisz egy alkalom, hogy a templomból kimehetünk mi hívő emberek, és tanúságot tehetünk a fényről, a világosságról, az örök szeretetről. Megajándékozzuk azokat, akik itt az adventi vásárban sürögnek, forognak, egy kicsit talán odafigyelnek, miről is van itt szó a színpadon. A gyerekek is úgy készültek, hogy ajándékot adnak. Mert az ajándék adás egy nagyon fontos része a karácsonyi készületünknek. Nagyobb öröm adni, mint kapni, akkor válunk igazán felnőtti, ha már annak tudunk örülni, hogy adhatunk. Persze ma megint átestünk a ló másik oldalára, mert az ajándékozással próbáljuk pótolni a szeretetet. Amit nem lehet. Amit nem lehet. Nincs az az ajándék, ami a szeretetet pótolja, és sokszor szülők, nagyszülők úgy gondolják, hogy minél nagyobb az ajándék, minél jobban örül a gyerek, annál nagyobb értéke van. Nem biztos, hogy így van. Ezen azért érdemes elgondolkodni. A mi templomunkban a szószékre van fölfüggesztve az adventi koszorú, hát az egyik adventi roráté misén készült ez a felvétel. Ugye a koszorúról majd fogok mindjárt szólni, mint jelképről. Ugye a fenyő, az örök zöld fenyő, az örökké való Istent jelképezi, a zöld szín a reménységet, a lila az a bűnbánatot, a nagy takarítást karácsonyra készülve, a rózsaszín meg a harmadik vasárnapot, ami előttünk áll, a Gaudete vasárnapja, az öröm vasárnapja, és ugye hétről hétre egyre több gyertyát gyújtunk meg, és ezek igazán fellobbanó fény a sötétségben, Krisztusnak a világ világosságának születését, közelettét, születésének közelettét jelképezik. István, hogyha sokat szeret beszélni, ezért próbáltuk összefoglalni mindig a lényeget. Az itt elolvasható, addig én pihenek. Jó.
Mindegyikről fogok részleteiben egy picit mondani. Most csak felsoroltuk éppen. Ugye az adventi koszorú, hál' Istennek egyre több családban már szokássá vált nálunk is. Mondjam azt, hogy divat lett. Hát a virágosok igyekeznek minél csicsásabbakat készíteni, hiszen akkor jó drágán lehet azt eladni, de hát az igazi koszorú olyan, mint amilyet az előbb megmutattunk. Adventi időnek vannak kiemelkedő szentjei, akik az életük példájával járulnak ahhoz hozzá, hogy a karácsonykor közénk születő urat el tudjuk fogadni, és meg tudjuk élni ezt az üzenetet. Kik a szentek? Egyszer valamelyik gyerek azt mondta, hogy azok, akiken átsüt a nap. A templom mellett járva, kívülről látjátok az ablakokat, pókhálósak, piszkosak, esőverték, stb. És ha bemegy az ember egy templomba, és napsütéses idő van, akkor az ólomüveg ablakok gyönyörűen csillogva, ragyogva mutatják a szenteket. Az ő alakjukat, az ő példájukat. Ha ma semmi más nem visztek haza, mert mindenkinek szenté kell lenni, ha akarja, ha nem, csak ezt az egyetlen egy mondatot, hogy szentek azok, akiken átragyog a nap. Majd ezeket végig fogom azért mondani a későbbiek folyamán. Mehetünk tovább. Csak egy kis hangulatképpen. Ugye a szállás keres a Szent Család, a Szent Családjárás, ez december 16-tól 24-ig van. A mi plébániánkon is van, de gyerekkoromra emlékszem ott Nógrádba, ez azért egy nagyon fontos dolog volt a falunak az életében. Bár ott mindenki mindenkit ismert, de talán azért volt könnyebb, hogy elmentünk egymás házába, és ott vittünk egy Szent Családképet, együtt imádkoztunk, egy kicsit a felnőttek boroztak, pálinkáztak, a gyerekek is kaptak mindig valamit, és akkor másnap a következő családhoz vittük így. Minden adventi időben 9 család, másik 9 családdal együtt imádkozott és készült a karácsony ünnepére. Ennek legtöbb vidéken meghatározott, kötött imádsága van. Mi is itt a hegyen egy Nógrádból származó Szent Család járást szoktunk végezni majd 16-ától. Ami még nincs itt a Schwab-hegyen, ha még sokáig élek, majd lesz a betlehemezés. Gyerekkoromnak egy nagyon-nagyon szép emléke, amikor jártunk házról házra betlehemezni. Nem gyűjtöttük össze előre, hogy kihez lehet menni. Hát ahol beengedtek a kapunot, bementünk, ugye az angyalnak a nyakába papírdobozból készült kis Betlehem a figurákkal ott volt. Ugye azért a 50-es évek végén, 60-as évek elején Nógrádban piszkos szegénység volt, meg máskor is azért. Tehát nem voltak ilyen csicsás figurák, meg minden, de a lényeg ott volt. És hogy örültünk az 50 fillérnek, a szem szaloncukornak, meg a 2 szem diónak, vagy egy almának esetleg. De ugye az idősebbek tudják, hogy egy fagyi 50 fillér volt. Nagy dolog volt akkor. Igen. És hát ugye a pásztorjáték az a templomainkban is meghonosodott 24-én délután. Amikor tulajdonképpen a Lukács evangéliuma alapján a betlehemi jelenetet a gyerekek eljátszák. Ugye a gyerek szív, a gyerek száj, a tiszta gyerek szem, már csak ha fölállod az oltár elé a színpadra, a lépcsőre, mint ahogy most is láttuk, az már fél siker rögtön. Ez így van. Meg tudják hirdetni az örömet. És igazában a karácsonynak az igazi lényege az örömnek a meghirdetése.
nem emlékszem, de ugye más vidékeken biztosan, Nógrádban nem az én gyerekkoromban a regől is. Ugye ez is egy nagyon szép népi szokás, amikor hát az ünnepek kapcsán páran összeállnak, megtanulnak bizonyos rigmusokat, bot van a kezükbe, dobolnak vele, meg mit tudom én, csapkodják a földhöz, meg szólnak a csengők, elűzik a boszorkányokat, meg minden, és közben találkoznak egy családdal, vagy egy közösséggel, akit meglátogatnak, és jól érzik magukat. Van már egy ilyen közösség fönn a Svábhegyen, megpróbáltuk ezt is elindítani, hogy ismerjük meg egymást. Hogy a szeretet közelségében éljünk az ünnepek kapcsán, ne csak a nagy rokoni dínomdánom, meg eszemiszom, meg nem tudom én, egész évben nem törődünk egymással, de karácsonykor nagyon tudjuk egymást szeretni, ennek olyan különösebben nagy jelentősége nincsen, de hát tény és való, hogy meg kell küzdeni ezekkel a nehézségekkel, és valahol a szokásokkal viszont lehet finomítani ezeket az alkalmakat és együttléteket. Ugye a lila színről már beszéltem, Gaudete vasárnapot említettem, dísztelen az oltár, orgona csak az éneket kíséri, az adventi koszorút már láttuk. Ami ugye lelki dolog, az pedig az elcsendesülés, a csend, a csendben az Istenre és egymásra való ráfigyelés. Ugye a Roráté Szentmiség előtt imádkozzuk az Úrangyala imádságot, ahogy Gábor angyal köszöntötte a Szűz Máriát. Már említettem egy mondattal a bűnbánatunkat, a karácsonyi szentgyónásunkat, illetve a Roráté Szentmiséinket. Fölkelni, a nálunk úri időben fél hétkor van a Szentmise, a Roráté, hát hajnali mise, már ezt nem mondhatjuk nagyon, de hát azt gondolom, hogy aki veszi a fáradtságot és megpróbálja, az rájön arra, hogy egy Roráté Szentmisével kezdeni a napot az egészen más, mint 8-9-ig lustálkodni, és esetleg ágyba hozatni a kávét valakivel, hogyha éppen van rá lehetőség. Igen, ez is egy teljesen szabályos koszorú volt, mehetünk tovább, itt egy másikat is láttunk. Itt a templom előtt, hát híveink közül látszanak, akik éppen jönnek a szentmisére. Betlehemet is állítunk a templom környékén, ugye vagy 10, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, talán jobban tudja az önkormányzat, mikor kezdeményezte, hogy köztereken építsünk Betlehemet. Ez is egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert lehet, hogy egy nem hívő ember, ha rátekint, neki is eszébe jut valami erről. És akkor már célt ért el az az egész dolog. Hát egy fönti kép, ahogy a Roráté Szentmisén vagyunk. Ezek a mondatokat nagyon fontosnak tartom, ugye a pap nem bújhat ki a bőréből, és hát a lényeg itt össze van foglalva. A várakozásról beszéltünk, ahogy a Róka meg a Kisherceg megbeszélték ezt a témát, és igazában úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól, Szűz Máriától született. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be, mint ahogy a mai világban is nagyon sokak vannak. De azt mondja Szent János, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiai, az Isten gyermekei legyenek. És ez az igazi karácsony, ami gyógyulást hoz a léleknek, békességet hoz ebben a békétlen, acsarkodó világban. Ugye régebben fegyverszünet volt az ünnepek alkalmával,
a külsőség is hozott valami belső tartalmat, ami nagyon-nagyon fontos, még talán egy kicsit a családban távolabb élő emberek is közelebb kerülnek az ünnepek kapcsán egymáshoz, mert valahogy sugárzik belőlünk a szeretetnek a melege, és egymást szerető emberek közösségében nagyon jó együtt lenni. Azt gondolom, ez az igazi lényeg. A hívő embernek megváltást hoz, üdvösséget hoz, ugye üdvözítőnek nevezzük, aki tulajdonképpen megvált minket a bűntől. Megérkezik a mi világunkba, a mi életünkbe, az irgalmas Isten saját fiát sem kíméli, hanem áldozatul adja, hogy a bűn miatt egy kicsit lesüllyedt emberi természetet fölemelje Krisztus által az isteni létbe. Krisztus Isten emberként született közénk, ezért emberségében vállalta értünk a halált, hogy ezt a bűn miatt megromlott emberséget beleemelje Isten szent háromságos szeretetébe. Ezt nevezzük megváltásnak, ezt nevezzük a mi üdvösségünknek. Ez a Jézus akar betérni minden karácsonykor, de minden nap is a mi életünkbe, hogy ezzel az isteni élettel ajándékozzon meg minket. Hogy boldogok legyünk. Gondoljátok el, testvérek, minden ember boldog akar lenni. Ugye ez a régi nóta is így szólt ehhez. Mit jelent boldognak lenni? Másokért élni. És ezt ugye nem nagyon szeretjük. Ebben az önmegvalósító világban mindenki önmagáért akar élni, márpedig boldog csak az lehet, aki tud érni a házastársáért, gyerekéért, az unokáért, a barátnőjéért, bárkiért. Igen, nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos ez. Ezért kell őt igaz hittel várnunk, és kérnünk, hogy a szívünket, lelkünket alakítsa, formálja át. Vasárnap a templomban egy történetet mondtam el a gyerekeknek, és ide kívánkozik, elmondom nektek is, hogy volt egy idős házas pár, ahol nagy szeretetben és békében éltek, de már csak ketten maradtak otthon, mindenki kirepült, és a férj egy kis ebéd utáni, siesta után, 3 óra magasságában minden áldott nap elment otthonról. És nem mondta meg a feleségének, hogy hova megy, ez az asszony meg nem volt nagyon kíváncsi, és nem kérdezgette. Mert ugye általában azért, szeretjük tudni, hogy hol a másik. Na, ez nem baj tulajdonképpen. Ez a történet miatt így volt, nem kérdezgette, de hát egyszer csak ez a bácsi meghalt. És pár nappal a halála után, amikor az özvegy elég bánatos volt, akkor egyszer csak becsöngetett hozzá valaki. Egy férfi ember, egy vak ember, egy fehér bottal. És eljött, hogy megköszönje az özvegynek, férjének a szeretetét. És akkor tudta meg az asszony, hogy a férje minden nap találkozott ezzel a vakemberrel, elvitte őt sétálni, beszélgettek, bevitte őt a cukiba, megettek egy fagylaltot vagy egy kávét, megittak, együtt voltak, életet vitt a vakembernek az életébe. Ugye, akinek a környezetében élnek ilyen emberek, tudjátok, hogy bizony az egy eléggé, ma ugye úgy mondjuk, hogy lebutított élet, csúnya szó ez nagyon, de segítségre szorulnak. És ez a jó ember észrevette ezt a lehetőséget. És ugye, jót tenni jó, van ez a szlogen, és aminek még igazi nagy értéke volt, hogy nem hirdette fennen még a feleségének sem, nem kérkedett, mert Istentől várt jutalmat az ő jóságáért. Tehát az igaz hit azt jelenti, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül, gyakoroljuk egymás felé ezt a szeretetet. Igen. A várakozással kapcsolatban még nem menjünk tovább, mert szeretnék nektek, kigyűjtöttem egy másik
kisherceges dolgot is, mert nekem kedvencem volt valamikor, és annyira mélyen megrakadt bennem, amikor a kisherceg kérdezi a rókát. Mit jelent az, hogy megszelídíteni? Ez olyas valami, amit már teljesen elfelejtettek, válaszolta a róka. Azt jelenti kapcsolatot teremteni. Kapcsolatot teremteni? Igen, mondta a róka. Egyelőre nem vagy több számomra, mint egy a sok százezer ugyanolyan kisfiú közül. És nincs rád szükségem, mint ahogy neked sincs szükséged rám. Számodra én is csak egy vagyok a sok százezer ugyanilyen róka közül. De ha megszelídítesz, akkor már szükségünk lesz egymásra. Kérlek, szelídíts meg, mondta. Szíves örömest felelte a kisherceg, de nincs sok időm. Szeretnék barátokat szerezni, és sok mindent megismerni. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít, mondta a róka. Ha szeretnél egy barátot, akkor szelídíts meg engem. Hát sok-sok megszelídíteni való testvérünk rohangál a mindennapi életben körülöttünk, akik felé bizony jó lesz ezt, és jó lenne gyakorolni. Megszelídíteni valakit Krisztus szeretetével lehet, a szelídséggel, a türelemmel, a megbocsátással, a segítőkészséggel, ahogy azt már az előbb is ismertettem. Mehetünk tovább. Arrébb teszem ezt a dolgot, vagy én arrok arrébb, nagyon zörög. Na, akkor most karácsony jeles napjairól szeretnék egy-egy mondatot mondani, vagy kettőt. November 30-a vagy az advent kezdete, vagy másnap utána már kezdődik az advent. Hát ugye idén is úgy volt, hogy másnap kezdődött. Szent András apostol ünnepe. Ilyenkor mi a plébánián ez úgy csak mellékes, disznótoros ebédet szoktunk tartani, mert hát ez hozzátartozik a közösség életéhez. Andrásról annyit kell tudni, hogy Simon Péternek volt a testvére. A János evangélium leírása szerint ők Kafarnaumban éltek, és egyszer, és keresztelő János tanítványai voltak, és egyszer András találkozott Jézussal. És akkor hazament, és azt mondta neki, hogy hát gyere, megtaláltuk a Messiást, megmutatom neked. Szerintem Szent Andrásban ez a nagyszerű dolog, hogy gyere, megmutatom neked. Hívő, nem hívő testvérek felé szeretnék fordulni. Ha életünkben csak egy valakinek is megmutattuk a Jézust, akkor érdemes volt élni. Igen, megmutatom neked. És ebből a Simonból Péter lett, azaz Kéfa, azaz kőszikla, akire ráépítette Krisztus az egyházát. Ezentúl emberhalász leszel. Ezentúl a neved már nem Simon, hanem Péter. És András egy ilyen X alakú kereszttel ábrázoljuk, mert így szenvedett vértanú halált Jézus Krisztusért. Mehetünk tovább. Szavéri Szent Ferenc ünnepe december 3-án van. Ő egy nagy hittérítő volt, egy jezsuita misszió megalapítója Kínában, hát illetve Japánba is szeretett volna eljutni, de nem igazán lett rá hát lehetősége, de ugye a szöveg egyértelműen mondja, hogy a misszió számára, hogy Krisztust minél többen megismerjék, az minden vágyat, minden elképzelést betöltött az életében. Igen. December 4-e,
a hajadon lányok, bányászok és tüzérek védőszentje, és Szent Borbála. Ő egy nagyon szép fiatal lány volt, amikor keresztényé lett. Ugye a Diokleciánus féle keresztény üldözés idejében vagyunk, és az édesapja még egy római gazdag ember, egy pogány ember volt, és hát nagyon megrettent attól, hogy Borbála keresztényekkel találkozott, és amikor hosszabb útra elutazott, akkor mindig bezáratta a lányát egy toronyba, hogy nehogy a keresztényekkel találkozzon, ki tudjon menni a várból. És egy alkalommal, amikor hosszabb útról jött vissza, azt látta, hogy a vár a vár tornyán kettő ablak volt, amit ő építetett. És a ketté fölött Borbála a szolgákkal vágatott egy harmadik ablakot, ami ugye a Szent Háromságot fejezte ki. Innen tudta meg a papa, hogy hát az ő lánya a keresztény közösséghez tartozik. Borzasztó dűbe gurult, és a prokonzulnál ő maga jelentette föl a saját lányát. Borbála nem volt hajlandó megtagadni a hitét, és ezért a prokonzul, ahogy akkor szokás volt, halálra ítélte, hogy kard által fejezzék le. A hóhér jött is, fölfogták Borbála haját, a hosszú haját, háromszor lehetett ugye rácsapni a halálra ítéltnek a fejére, és egyetlen egy kardcsapás sem végzett Borbálával. Erre odaszaladt az édesapja, ne döbbenjetek meg, ilyen van fanatizmus az Isten tagadó pogány, ezt az elmúlt 70 esztendőben is tapasztaltuk egy darabig, oda ment és megfogta a kardot, a hóhérkardját, és lefejezte a saját lányát. Horror. Lehet róla sokféleképpen vélekedni, de mindenképpen azt gondolom, hogy Borbálát vértanúként tiszteljük, a hitnek a vértanúja, aki inkább odaadta az életét, akár még édesapja által elveszejtve is, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztusról. Ugye Borbálához kapcsolódik a Borbála ágnak a vágása, illetve vízbetétele, hogy majd akkor ugye ezek a virágot, színes virágot hajtó ágak, aranyeső, meg cseresznye, meg nem tudom én milyen kicsi ágakat, ha az ember vázába tesz, és karácsonyig ápolja, gondozza, akkor nagyszerűen kihajt, és hát azt is oda lehet tenni a Betlehem köré. Jó? Hát ugye a decembernek a legkedvesebb szentje a Mikulás, vagyis gyerekkorunknak legkedvesebb szentje a Mikulás. Nálunk is volt pénteken Mikulás mise a templomba. Jött a szomszédember Szent Miklósnak beöltözve, és hát a gyerek, a kicsik, szóval az valami fantasztikus. A romlatlan kisgyerek, ahogy megdöbben és ahogy örülni tud. Nem annak a pár szem szaloncukornak, meg magyarónak, meg csokoládé Mikulásnak, meg mit tudom én, amit kaptak a zacskóba, hanem maga az a tény. Szent Miklós ugye a 4. században élt, Míra városának a püspöke volt, a ismertebb a három lánynak az aranyat zacskóba vívő, hogy esténként bedobta, hogy tisztességes hozománnyal adhassák férhez a szülők, mert akkor az volt a szokás, hogy ugye a lányoknak hozományt kellett készíteni, és már ugye a lányok már nem egészen tisztességes dolgokban is gondolkodtak, mert eladó sorban voltak. Aztán egy másik ilyen, hogy éhínség volt abban az esztendőben, de a császárnak szállítottak messze hajóval gabonát. És Miklós azt mondta, hogy
a hajó felét, a zsákokat pakolják le, mert a szegény embereknek, az éhező embereknek is jól kell lakniuk. És mire elértek Konstantinápolyba a hajóval, a hajón ugyanannyi búza volt, mint az előtt. Aztán olyan is, hogy mentek a hajón, és vihar volt, és akkor két matróza vízbe esett, akkor Miklós intett nekik, és ki tudtak jönni, és akkor a derék csatjával, vagy nadrágszíjával oda kötözte őket a hajó árbócához, hogy ne tudjanak a tengerbe beesni. Ellopták az itáliai olaszok 1078-ban Szent Miklós holttestét Mírából, és ma Bari városában egy csodálatos románkori székesegyház altemplomában van eltemetve Szent Miklós. Egy ikonkép, ami őt ábrázolta. Megyünk, jó, mehetünk tovább. 13-a, ugye most lesz pénteken, Szent Luca napja. Ugye a Lucia, a lux, fény, fényesség, világosság szóból ered. A Diocletianus féle keresztény üldözés idején szenvedett ő is vértanúságot. Tehát az egész adventi időnek a lényege ez a fényhordozó élet. Hogy most egy kicsit hát a sötétséget, a búskomorságot váltsa föl az életünkben. Ez az igazi fényhordozó Szent Lúcia. Igen. És ugye a Santa Lucia, az ismert, a gyertyakoszorús lányok éneklik, hát Itáliában ez nagyon nagy szokás, ez egy hatalmas nagy sláger is lett az idők folyamán. Na most ugye a magyar néphitben egészen másról szól ez, mint a fényről. Hát itt leírtuk a pontos meghatározást. Nálunk Luca kísértetszerű, fiktív, kitalált lény, külseje csúnya öregasszony, máshol fehér leples anya alak. Lányok ennek megfelelően a lucázáskor fehér lepedőbe burkolóztak. És hát itt ime a kép, látszik is, csallóközi felvétel ez. Hát ugye, és ehhez az ünnephez kapcsolódik, vagy ehhez a naphoz kapcsolódik a Luca széknek a készítése, de itt majd az lesz ki. Jó, mindegy, hát így is lehet. Jó, akkor legyen ez. Tehát december 13-án Luca napán kezdték el készíteni. Ez, emlékszem, gyerekkoromban nálunk még ment ez a dolog a templomba. Az atya nem nagyon örült neki, de hát voltak, akik még éltek ezzel a lehetőséggel. Hogy az éjféli misén ráállva meglesessék a boszorkányokat. Ugye a finomabb változat volt, amikor az atya kiprédikálta, hogy hát ne a boszorkányokat, hanem akkor meglátod a leendő mennyasszonyodat. És akkor ez már egy jobb változat volt. 13 darabból 13 napon át készült szögek nélkül, és az igazi lucaszék az ilyen, mint ez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 szögű. Tehát két, tulajdonképpen egyenlő szárú háromszög van összetéve, és három lábon áll, mert az a legbiztosabb, arról biztos nem lehet leesni, és a népi mondást is ismeritek, hogyha ugye valami lassan valósul meg, hogy na úgy készült, mint a Luca széke. Igen. Jó. Hát erről talán most ennyit. Hát valamelyik képben fölállított Betlehemünk van itt, lefényképezve, ugye különböző anyagokból lehet Betlehemet állítani. A Rómában lévő, vízkeresztig lévő Betlehem kiállításnak a fővédnököm a Magyarország, mert ugye nálunk lesz az eukarisztikus kongresszus jövőre, és
A pápa megszokta mindig látogatni a kiállított betlehemeket, és hát megállt a magyar betlehem előtt, most a napokban történt, és hát ugye ez a híradások is beszámoltak róla. Hát ugye mostanában a népművelők minden nagyszerű dolgot kitalálnak, tényleg csuhéból, meg nem tudom én, a mindenféle anyagból lehet igazán készíteni. Mézes kalácsból is, amit a gyerekek szívesen megesznek utána, ünnepek után. Igen. Az első betlehemet Assisi Szent Ferenc állította 1221-ben. Ugye ő nem volt pap, csak ferences szerzetes, ugye ő alapította a ferences szerzetes rendet, és ő nagyon szerette a gyerekeket. És akkor azt gondolta, hogy azt a betlehemi történetet, ugye akkor még nem volt könyvnyomtatás, meg semmi ilyesmi, tehát ugye csak biblia pauperumok voltak, a szegények bibliái, ami képeket és jeleneteket jelentett. Úgy gondolta, hogy miért ne lehetne akkor ezt megvalósítani. És megszervezte úgy, hogy az éjféli misét úgy mondta a pap, hogy ott volt élő kisbaba, ott voltak pásztorok, bölcsek, bárányok, mindenki, egy élő betlehem, hogy a néphez közelebb vigye, mit jelent az, hogy az Isten fia közénk született. Hát egy mai római betlehem a sok-sok közül. Ugye a betlehemezést már rég említettem az előbb, hát ugye nem csak felnőttek jártak, hanem gyerekek is, de ugye mi is így vittük a kicsi betlehemet a nyakunkba, és hát házról házra előadtuk az örömhír történetét. Ugye a pásztorok azok nagyon fontos szereplők. Szálláskeres a Szent Család, ez egy közösségi házban előadott, hogy mondjam, jelmezes Szent Család szálláskeresés, annak a fotója. Egyszer jártam, a következő képen majd látjuk, Hajdú Dorog, ez a papbácsi egy ismerősöm nekem, és hát ott tényleg a Szamártól kezdve az égvilágon minden ott van, ahogy ment a Szűz Mária Betlehembe, tehát hogy nem a családoknál, hanem ott is a közösségben adják elő a betlehemi történetet. Ugye a betlehemi csillag, vagy az üstökös jelzi az üdvözítő eljövetelét, ezért rakunk a karácsonyfánk tetejére csillagot, vagy ilyen üstökösszerű valamit, hosszúkás csillagot. Az üstökös vezette a bölcseket el Betlehembe, hogy megtalálják a zsidók újszülött királyát. Ugye, ha gondozzák a gyerekek a lucabúzát, akkor karácsonyra ilyen szépen ki tud hajtani. Hát igen, és díszítjük vele a betlehemeinket, vagy kicsit megcsinosítva asztali dísz is lehet karácsonykor. Nálunk van az éjféli mise előtt jászolba helyezés. Ezt a kis gőgicsélő babát szoktam bevinni a templomba ünnepélyes énekek között, és elhelyezzük őt ott a jászolban, és akkor ott van megkeresztelkedésnek az ünnepéig. És ahogy az a titka, ahogy egyre hangosabban énekelünk, és szól az orgona, ő elkezd sírni. És ez a gyerekeknek nagyon-nagyon tetszik. Nagyon tetszik a gyerekeknek. Vannak kisgyerekek, akik ki is veszik és megdajkálják, mert hogy azért sír, mert hogy dajkálásra szorul szegény. Igen.
Szent István vértanú, december 26-a, ő ehhez a naphoz kapcsolódik igazán a regölés, amit már az előbb említettem, ilyen betanult szövegeknek az elmondása és a rossznak, a gonosznak az előzésének az alkalma. Az Isten fia közénk született, és az első vértanú Szent István. Ő diákonus volt, aki a szeretett szolgálatot végezte az apostolok mellett, osztotta a karácsonyi ajándékokat, mondhatnánk, és hát őt megkövezték, mert a zsidóknak a szemére olvasta, hogy hát azért ők nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Jézus Krisztus nem fogadták el, mint a megváltót. Magukra vették ezt, és hát ugye Isten káromlásért halálra ítélték, megkövezésre ítélték. És ugye, amit Jézus mondott a kereszten, ő mondta a megkövezés közben, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye János apostol az a következő napnak a szentje. Jó, hát ezt igen. Regőlés, ja, ezt kihagytuk, igen. Na, ez igazában. Ugye termékenység, valásró, rítus, téli napfordulóhoz kapcsolódhatott, de a karácsonyi másnaphoz került. Na, itt sok-sok lényeg le van írva ebből. Ő ugye a szeretett tanítvány, a Jakab, a testvére, Jakab és János, ő is keresztelő János tanítványa volt, és onnan választotta Kafarnaumba az első négy apostolt, ugye Jakabot és Jánost, meg Simont és Andrást, Pétert, ők voltak az apostolok közül az első, és János a szeretett tanítvány, aki talán 100 esztendős koráig élt, és 90 után írta le a negyedik evangéliumát, a János evangéliumát, és mert hogy olyan fennkölt és nagyon légies az ő teológiai tanítása, ugye a néphagyomány sassal ábrázolja Szent Jánost. És az ő ünnepéhez kapcsolódik még a borszentelésnek a napja is, mert hogy meg akarták őt mérgezni, ugye, hát, és nem sikerült igazán, mert az Úr megóvta őt ettől, és hát ilyenkor a finom új borokat meg szoktuk szentelni. Ugye a három királyok, a napkeleti bölcsek, József Attilától ismerjük, hogy Gáspár, Menyhért, Boldizsár, hát különben nem tudjuk, hogy hívták őket, de ugye nálunk ez azért így nagyszerű szokássá vált. Bölcsek jöttek napkeletről, írja Szent Lukács az Szent Máté az evangéliumban. Érdekes, hogy a gyermekség történetet Lukács írja le, viszont a három királynak, a napkeleti bölcsek, akiket vízkeresztkor ünneplünk, csak Máté evangéliumában van benne. Ugye a gyertyáról, a fényről beszéltünk, az angyalok vitték a pásztoroknak a híreket. A karácsonyfa az élet, az újjászületés szimbolizálja. Érdekes mód, hogy kezdeti időtől fogva, ugye ez csak a német nyelvterületen volt karácsonyfaállítás, majd a monarchiába, és a gyertyák, amikor még nem volt fényfüzér, akkor is már rákerültek a karácsonyfára, mert a fény szimbólumát annyira fontosnak tartották. Ugye már mi időnkben ilyen csipeszes gyertyatartók voltak, amit föl lehetett csipeszelni a fára. Régebben drótból hajtottak ilyen valamiket, és úgy rakták föl. Nyilván akkor is voltak karácsonyfa tüzek, mint ahogy a mai világban az égőktől is vannak.
A égbetörő fenyő az a célt mutatja, hogy a följebb valókat keressük, hogy a fenyőfa az nem műfenyő, hanem örökzöld fenyő, azaz örökké való Istent, illetve a reménységet fejezi ki. Jó? Ugye a csúcsdísz az már ugye csillaghoz hasonló, van ahol hát kinek milyen van a készletben otthon, de végül is valahol ez is annak a felhívásnak a jele, hogy keressük, hogy találjuk meg Betlehemben az Urat. Hát ma már aztán tényleg mindennel vannak a karácsonyfáink díszítve, mert népművelők és népművészek rájöttek arra, hogy ezeket jó pénzért el lehet adni, és meg is veszik az emberek, és tulajdonképpen ugye régen csak szaloncukor volt, meg dió, meg alma, meg mit tudom én, tehát hogy nem volt akkor még hú de valami nagyon, de mi a templomba csak fényfüzéreket szoktunk most fölrakni, hát aztán meg amit a gyerekek ott a Betlehemnél rá aggatnak. Jó? A művészek kezdettől fogva a békesség és a szeretet megszületését, a kisdet földre jövetelét a legszebb és legnagyobb ajándékként fogadták. Három részlet, ugye a Szent Család, a pásztorok, meg a bölcsek, ezekről szeretnék most egy pár képet megmutatni. Köszönöm szépen.